Üdvözlök mindenkit, Hingeri vagyok, ez pedig itt a Top Listák. A mai videóban ismét olyan horror filmeket fogok bemutatni nektek, amelyek nem teljesen úgy sikerültek, ahogyan sikerülniük kellett volna, így lényegében ezeknek a horror filmeknek a megtekintését senkinek sem ajánlom. Nyilván ez csak az én véleményem, így aki úgy van vele, hogy szívesen megtekinteni ezeket a remek műveket, akkor annak leteszem a videóban lévő filmek címeit a leírásba, már csak azért is, mert a videó természetesen full spoiler. Nos, aki esetleg már látta ezeket a filmeket és szereti is őket, azoktól előre is elnézést kérek, nem szeretnék senkit sem megbántani, emberek vagyunk, mindenkinek más az ízlése, mindenkinek más az, ami tetszik, ám ettől függetlenül még sok binge-banja horror film vár felfedezésre, és tudom, hogy mostanában nagyon ráakadtam erre a témára, de hát így jártunk. Vágjunk is bele, méghozzá szó szerint. Harmadik, Mészárszékről ez. Kezdjük is a listát a 2018-ban bemutatott Mészárszék Rulesz című filmmel, ami valójában nem teljesen egy horrorfilm, sokkal inkább egy horror vígjáték, ám megint csak szerintem ez a film vígjátéknak és horrornak is gyenge, még annak ellenére is, hogy azért szerepel benne néhány neves színész. Mondjuk az is igaz, hogy ez is emberfüggő, ugyanis nagy valószínűséggel mindenki más színészt, illetve színésznőt tart híresnek, meg nevesnek, de most nem is ez a lényeg, úgyhogy lássuk is a film történetét. Maga a film azzal kezdődik, hogy egy anyuka ráveszi, vagyis inkább erőlteti az állítólag semmittevő fiát, név szerint Dont, hogy menjen el egy bentlakásos, nagyon elit iskolába. Don, mivel nincsen más választása, be is költözik az iskolába, ám nem sokkal később rájön, hogy a világ egyik legrosszabb helyén kötött ki. Kiderül, hogy a diákok külön csoportokra vannak osztva, plusz egyes diákoknak kicsit nagyobb hatalmuk van, mint kellene, így folyamatosan rettegésben tarthatják a többi diákot, mivel Don a csicskák közé tartozik, ezért neki is rettegnie kell, főleg úgy, hogy már a legelején bepróbálkozik az egyik elit csajnál, név szerint Clemsinél, így fel is dühíti Draco Malfoyt, akit ebben a filmben Clegg-nek hívnak, mindemellett az igazgató, aki egyébként a Piton professzor, nyomat egy évnyitó beszédet, plusz az is kiderül, hogy egy óriási fúrótorony van az iskola közelében, ami hát sokaknak nem nagyon tetszik, ám az igazgatót ez nem nagyon zavarja, ugyanis az iskola ebből szerzi a pénzét, vagy legalábbis a pénzének a nagy részét. Ezt követően a diákok szivatva vannak, meg hát azért tanulnak is néha, illetve Don egyik szobatársa, név szerint Blake, azt is elmondja Donnak, hogy az egyik diák végzett magával, mert hát nem volt képes elviselni a sulit. Igazából ez a diák Blake legjobb barátja volt, de mindegy. Plusz azt is elmondja, hogy Don felejtse el Clemsit, mert semmi esélye, de Don nem akarja feladni, így folyamatosan szivatva van, ám valójában nem is ezzel van a legnagyobb probléma, ugyanis Don és Blake rábukkan egy óriási lyukra, ami az iskola melletti erdőben van, plusz találkoznak néhány az erdőben élő, mondjuk úgy érdekes emberrel, akik elmondják nekik, hogy a kútfúrás a világ végét fogja elhozni, és bár ez marhaságnak hangzik, mégis furcsa dolgok kezdenek történni az iskola körül, közben természetesen Don továbbra is nyomul Clemsire, plusz Blake is végezni szeretne magával, ám Don megmenti őt. Ja, meg hát van egy tanárunk, akit eddig még nem említettem, ő egy kicsit szét van esve a szerelmi élete miatt, de szerintem ez valamilyen formában lényegtelen. Viszont az nem, hogy egy földrengést követően szörnyek kezdenek előmászni a kútfúrás helyszínén, elindul a mészárlás, ekkor egyébként Don és Blake még hát nem tudják, hogy mi történt, ám jól beisznak és megszöknek a suliból, méghozzá Clemsivel és annak az egyik barátnőjével együtt. Az erdőben találnak is egy mini szörnyet, ami megtámadja Clemsit, ám ő végez vele, innentől már mindenkinek világos lesz az, hogy itt valami nincsen rendben, mondjuk ezt az igazgató továbbra sem akarja elfogadni, ám amikor az egyik szörny beugrik
ugrik az ablakon, hát az igazgató meggondolja magát, így Donnal és a többiekkel menekülni próbálnak. Sajnálatos módon az igazgató időközben elveszti a fejét, méghozzá szó szerint. Igazából itt indul be a vígjáték része a dolognak, meg hát valamilyen formában a horror is. A fiataloknak sikerül elmenekülniük, ám Clemsynek eszébe jutott, hát, hogy ott hagyta a testvérét a suliban, így visszamennek érte. Ekkor belecsöppennek egy az elitek által rendezett buliba, és itt már olyan szinten megy a tömény... Na mindegy, ezt inkább hagyjuk. Draco Malfoy ekkor ismét megjelenik, végezni akar Donnal, plusz a szörnyek is mészárolnak, a drámázó tanár úr is visszatér. Visítozások, lihegések, lövöldözések, marcangolások, de végül a főszereplőinknek sikerül végezni a szörnyekkel, és így sikerül megmenekülni ők. Ja, és természetesen Donnak is sikerül összejönni a Clemsyvel. Hát végül is ez volt a lényeg a filmnek, nem? Második. Véres vakáció. A 2021-ben bemutatott Véres vakáció című film szerény személyem szerint egy kicsit messze áll a horror kategóriától, meg hát nagyon messze áll a jó filmektől is, de lássuk, hogy miről is van szó. A film azzal kezdődik, hogy két biztonsági őr ijesztgeti egymást, mármint hát egyik ijesztgeti a másikat, ám miután az egyiknek nem tetszik a másiknak a lehellete, ezért a büdös lehelletű megtámadja a társát, vagy itt már teljesen elvesztettem amúgy a fejemet, de mindegy. Komolyra véve a szót, a két biztonsági őr áldozatul esik egy még nem tudjuk minek. Ezt követően láthatunk négy nagyon boldog illetőt, Lexet, Brit, Szemet és Chris-t, lényegében a főszereplőinket, akik Lex szülinapját igyekeznek megünnepelni. Ez sikerül is, elmondják neki, hogy elviszik őt arra a szigetre, név szerint a Kilahuna szigetre, ahová Lex nagyon el szeretne jutni, vagy el szeretett volna jutni, lényegében azért, hogy kiderítse, hogy az egyik ott található már elhagyatott hotelben valóban lakozik egy szellem. Itt azért azt hozzá kell tennem, hogy a történet szerint abban a hotelban található egy szoba, ahol állítólag egy lánynak a szelleme kísért, ez a szellem már igen sok ember életét vette el, mindezt azért, mert még annó egy a hotelben megszálló illető végzett vele, és hát ugye a szellem így akar bosszút állni, nyilván azért is zárták be a hotelt. Mindeközben egyébként időnként láthatjuk, hogy Lex egy kórházban fekszik, és egy nyomozóval beszélget, ezekben a jelenetekben derül ki, hogy a kiruccanás nem sikerült túl jól, ez szerintem csak rontja a már amúgy is borzalmas élmény, de mindegy. Nekem lényegében itt ért véget a film, de ettől függetlenül lássuk, hogy mik történtek még. Főszereplőink ezt követően kocsikáznak, meg helikopterrel repülnek, méghozzá egy nagyon szimpatikus pilótával, aki a szigetre érkezve el is mondja nekik, hogy ő haza az már nem viszi őket, muszáj lesz hajóval menniük. Ennek a szereplőinket nem nagyon örülnek, de minden esetre egy hosszúra nyúlt sétát, beszélgetést, filozofálást, meg egy no copyright zenére való fürdőzést követően sikerül megtalálni az elhagyatott hotelt, ahol megint semmi izgalmas nem történik. Igazából ennél a résznél a filmben a zenével meg a hangeffektekkel szerettek volna ijesztgetni. Nálam ez nem jött be, ez természetesen nem azt jelenti, hogy ez másnál nem működik, ám ettől függetlenül a sétálgatáson kívül nem történik semmi, egészen addig, amíg főszereplőink el nem hagyják a hotelt, ugyanis ekkor Lex rájön, hogy nincsen meg a hátizsákja, ezért mind a négyen visszamennek a hotelbe, hogy megkeressék azt, ám ekkora már besötétedik, így ugye félelmetesebb a dolog. A hátizsák megkeresése, hát mondjuk úgy nehezen megy, ugyanis a hátizsák nem ott van, ahol állítólag hagyták, plusz egy elhunyt préri farkast és egy cigi csikket is találnak, aztán meg egy autót is. Ekkor főszereplőink üvöltözéseket hallanak, itt jönnek rá, hogy a hatóság emberei, vagy inkább egy embere áldozatul esett a szellemnek, ezt követően Bri is áldozatul esik, méghozzá szó szerint, mert lezuhan az autóval a sziklafalon, mindegy, majd ezt követően, mivel nyilván a hotelben szaladgálnak, Sam is áldozatul esik, végül
Krisz is áldozatul esik, aztán a kórházas jeleneteknek köszönhetően azt hinnénk, hogy Lex nem esik áldozatul, pedig de, ugyanis ha minden igaz, akkor ezt az egész kórházas dolgot csak képzelte. Nem tudom, a film utolsó percei valami borzasztóak, legalábbis számomra azok, így ne haragudjatok, de ebből a filmből ennyi bőven elég volt. Szerintem, ha tehetitek, akkor ne nézzétek meg. Mondjuk nem mondom, hogy rosszabb, mint egy toplisták videó, de azért ilyen mélységekben ne süllyedjünk. Első Piranya. Nos, az 1995-ben bemutatott Több Piranya című film nyilván nem összehasonlítható az előző két filmmel, ugyanis ez nem napjainkban készült. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ez egy jó film. Gyerekkoromban egyébként rendesen tetszett nekem, így egy kicsit fáj is a szívem, hogy beleteszem ebbe a videóba, de mondjuk úgy, felnőttként hát változott a véleményem, így hát ez a film is megy a levesbe. És hát akkor lássuk is a film történetét. Két fiatal eltűnik, ketten nyomozni kezdenek, mindenkit megesznek a piranyák, szevasz. Hát igazából nagyjából ennyi. Komolyra fordítva a szót, a film azzal kezdődik, hogy két fiatal, egy srác, meg egy lány éjszaka besunnyog egy már elhagyatottnak hit katonai labor udvarára. A csaj talál is egy medencét, amiben valamiért szeretne megmártózni. A srác, mivel egy kutatólabor udvarán lévő medencéről van szó, ezt hát nem igazán tartja jó ötletnek, ám a csaj belöki őt a medencébe, és pluszba megvillantja a... Na mindegy, inkább ezt is adjuk. A lényeg, hogy mind a kettőjüket megeszi valami, vagy valamik. Nyilván a film címéből már tudhatjuk, hogy itt piranyákról van szó, plusz az is kiderül, hogy valaki vagy valakik laknak a laborban. Ezután láthatjuk a medencében felfalatozott lány bácsikáját, aki mivel eltűnt az unokahuga, ezért felbérel egy nyomozót, név szerint Maggie-t, aki hát igyekszik jól végezni a munkáját, így el is megy Paulhoz, aki magányosan él, és aki igazából a főszereplő, és aki nagyjából annyira értelmes, mint én. Bár Paul először egy kicsit akadékoskodik, de mégis megpróbál segíteni megkeresni a két eltűnt fiatalt, el is mennek az elhagyatott, vagyis inkább ugye elhagyatottnak hit katonai laborba, ahol ők is felfedezik, hogy van ott egy medence. Lényegében, mivel Maggie a medence mellett megtalálja a fiatalok ruháit, meg a csajnak a nyakláncát, ezért szeretné megtudni, hogy a fiatalok abba a medencébe fulladtak-e bele. El is kezdik leereszteni a medencét, ám időközben egy hölgyemény név szerint Letícia megtámadja őket. Ettől függetlenül a medencét azért sikerül leereszteni. A medence tartalma egyébként a labor mellett lévő folyóba ömlik, Maggie meg is kóstolja a medence alját, mondjuk ezzel nem jutunk előrébb, de kiderül, hogy sós víz volt benne. Ezután Letícia ellopja, majd össze is töri Maggie-ék autóját. Ezt követően jön a legfájdalmasabb része a filmnek, ugyanis Maggie és Paul tutajra szállnak, ugyanis meg szeretnék menteni Letíciát. Ekkor egyébként már a medencéből kiengedett piranyák is a folyóban vannak, de mindegy. Ezt követően láthatjuk Mila Kuniszt is, aki amúgy a filmben Paulnak a lánya és Suzynak hívják. Igazából Suzy egy a folyópartján lévő táborban van. Időközben Maggie és Paul elkezdenek megismerkedni, plusz megtalálják Paul egyik barátját is, akivel sajnos már végeztek a piranyák. Az eddig eszméletlen állapotban lévő Letícia is felébred, és nagy nehezen elmondja, hogy piranyákkal kísérleteztek a laborban, így nagy hiba volt leereszteni a medencét, a piranyák végzik is a dolgukat, mészárolnak jobbra-balra, a táborban közben folyik az élet, egy őrült alak reklámfilmet igyekszik készíteni, a gyerekek pedig hát a folyóban ficánkolnak, nyilván egy ilyen filmben ez muszáj. Mindeközben Letícia is elhalálozik, a piranyáknak köszönhetően természetesen. Paul, mivel tudja, hogy a lánya veszélyben van, ezért megpróbálja megakadályozni, hogy a piranyák eljussanak a táborig, de a rendőrök Maggie-t és Paul-t is őrizetbe veszik, aztán a piranyák meg hát tovább vadásznak, plusz az is kiderül, hogy a film elején eltűnt csaj nagybátyja nagyban utazik, így semmi
féleképpen sem szeretné, hogy az állítólagos piranyák miatt elhalasszanak valamiféle üdülőnek a megnyitóját, ám mivel Maggie egy zseni, ezért neki és Paulnak sikerül megszökni a fogdából, viszont ekkora már elkezdődött a megnyitó, aminek hát mindenki örül, kivéve a táborozó gyerekek, akik a folyóban fürdőznek, így hát megrakcsálják őket a piranyák, ám a víztől rettegő Mila Kunisnak és az apjának, Paulnak sikerül megmentenie szinte minden táborozó életét. Közben folyik a megnyitó, és bár mindenki nagyon boldog, illetve retard is mellette, ott is elkezdődik a mészárlás, egyszerűen borzalom, ami történik, Paul és Maggie ez idő alatt elköt egy motorcsónakot, lényegében megpróbálják megoldani a problémát, magyarul kiirtani a piranyákat, ennek köszönhetően Paul bele is merészkedik a vízbe, meg is rágcsálják őt rendesen, de ettől függetlenül azért túléli, amit én egyszerűen nem tudok felfogni, de ezt is inkább hagyjuk, és még hát ugye a piranyákat is sikerül elpusztítania, nyilván a film elején eltűnt csaj nagybácsikája pedig végez magával, neki nem kellettek hozzá piranyák, elég volt egy pisztoly, és hát akkor nagyjából ennyi. Vagyis, ja igen, bocsánat, nem teljesen, mert a film vége egy-két hangeffekttel jelzi, érezteti, hogy néhány példány, ugye piranya eljutott a tengerbe, és mivel bírják a sós vizet, ezért tök jól el vannak ott, de mindegy. Hát nem tudom, gyerekek, én itt már össze-vissza belekavarodtam az egészbe. Hát azt sem tudom már, mit mondtam. Nem tudom, milyen nosztalgiázásnak jó az a film, de amúgy inkább ne nézzétek meg. Nos, én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek, lájkoljátok, osszátok, és esetleg, ha még nem vagytok, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Még egyszer köszönöm, hogy velem tartottatok, én Geri voltam, maradok és leszek. Sziasztok!